Elmondható az, hogy ilyenkor egy kicsit hát lélekben összekapaszkodnak a honatják és az emlékezés, a hősök tisztelete egy pillanatra megteremti az oly sokszor hiányolt konszenzust a különböző politikai pártok között? Sajnos ezt így nem mondhatnám. Megemlékezéseink voltak már tegnap is, tegnap előtt is, előzetes megemlékezéseink. Igen, ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. És mi emlékezünk és imádkozunk. És miért pont ma van? Mert tudniuk kell, hogy 1947-ben a kommunista szovjet megszállóhatóságok ezen a napon, azaz február 25-én tartóztatták le a független kisgazdapárt főtitkárát, aki egyébként országgyűlési képviselő volt, tehát mentelmi joga volt, és ez volt az első lépés a kommunista diktatúra kiépítéséhez, a félelem légköre megvalósításához. És a kommunizmus sajátossága ugye az, hogy nem védi az állampolgárait, hanem állami terrort alkalmaz is. Az AVH fő célja is ez volt. Az AVH legfőbb célja az magyar állampolgároknak a megfélemlítése volt. Sztálinista politikai rendőrség mintájára lőtt létre, és koholt vádak alapján lényegében ebbe a kommunista rendszerbe bárkit letartóztattak, és amit ön is mondott, 1950 és 53 között 1 millió emberrel szemben kezdeményeztek büntetőeljárást, hát elképesztő ez a szám. És bocsánat, hogy közbevágok, csak ugye Kovács Béla emberi nagyságánál egy pillanatra álljunk meg, hiszen azért az, igen, hogy neki mentelmi joga volt, és ennek ellenére olyan vészterhes időben bement az ÁVÓ központjába, az egy olyan személyiséget takar, amiből azért kevés születik. Tehát manapság, amikor most név nélkül szeretnék, nem akarom aktuálpolitikai irányba elvinni a dolgot, de azért látjuk, hogy nem minden politikus vállalja fel a felelősséget, sőt valósággal menekül, pedig az élete már nem forogna veszélyben. Kovács Béla viszont tudta, hogy mi vár rá valószínűleg. Igen. Kovács Béla óriási ember volt. És hogy mi segítette ebben? Az igazság. Az isteni igazság, és mert az igazság a mi hitünk alapköve. De azt is kell mondanom, hogy a demokrácia alapköve is egyben az igazság. És csak abba gondoljanak bele a hallgatók, hogy a nemzet főterén található egykori igazságügyi palota homlokzatán milyen felirat is volt korábban? Justitia regnorum fundamentum, amit röviden lefordítva azt jelenti, hogy a jog az országok talpköve. Most ezt a feliratot a kommunisták levésték onnan, mert iszonyatosan zavarta őket, és a mai szellemi utódaik sem különbek elődeiknél, tehát rendkívül irritálja őket ez. Irritálja őket az igazság, irritálja az, hogyha valaki kiáll isteni igazság mellett, kiáll a nemzeti igazság mellett, és kiáll a családok igazsága mellett. Ön szerint az, hogy évről évre megemlékezünk a kommunista diktatúrák áldozatairól, az hozzásegítette hát az egész társadalmat ahhoz, hogy kicsit a kommunizmus, a kommunista diktatúrák mentegetésének az igencsak káros jelenségét egy kicsit sikerült visszaszorítani az utóbbi időben, vagy azért ott még nem tartunk? Itt még nem tartunk. Ugye itt Nyugatnak nagyon nagy a felelőssége. Ne felejtjék, hogy Nyugat a második világháborút lényegében úgy nyerte meg, hogy egy kommunista diktatúrával, a Szovjetunióval kötött szövetséget. És ezért ütközünk akadályba akkor, amikor mi minden totális diktatúrát elítélünk, elítéljük a fasiszta diktatúrát, és elítéljük a kommunista diktatúrát is. Sőt, nem csak, hogy falakba ütközünk, hanem ránk rontanak Nyugatról, hogy merjük mi a kommunista diktatúrát elítélni. Tehát nekik kéne valójában szembenézni a történelmükkel, nekik kéne átgondolni azt, hogy mit miképpen tettek, mert egyik diktatúrát elítélik, de a másik diktatúrát továbbra is bújtogatják és támogatják. És azok, akik mondjuk Magyarországon
mentegetik a kommunista diktatúrát, különböző okokból, vagy meggyőződésből, vagy hát a tájékozatlanságból, azok is tekinthetőek bizonyos értelemben a kommunizmus áldozatainak, hiszen azon morfondíroztam, miközben önt hallgattam, hogy nem feltétlenül megáltalkodottan nemzetellenes emberekről van vagy lehet szó, de nagyon sokan vannak, hát főleg csak elmegyünk aktuálpolitikai irányba, bocsásson meg. Tehát az ellenzéki oldalon azért vannak olyanok, akik tényleg valósággal viszonyognak, akár a merjünk nagyok lenni gondolatától, akár a külhoni testvérek iránti hát politikai érdektől mentes szeretettől, és azért ez tényleg egy sajnálatra méltó állapot, mert nem tudják megélni az együvé tartozást a maga teljes egészében, a haza szeretetet. Tehát bizonyos értelemben egy részük ezeknek az embereknek szintén áldozat. Így van. Egy részük áldozat, egy részük viszont nem áldozat. Amit az előbb mondtam, hogy a kommunisták mai szellemi utódaik sem különbek elődeiknél, és irritálja őket a nemzet, irritálja őket Isten, és irritálja őket a család iránti szeretet. És ezért van az, hogy támadják például a mi 2011 év úgynevezett húsvéti alaptörvényünket, mely leváltotta a 49 évi 20-as törvényt. Ők ezt a régit akarják visszahozni, mely a szovjet szuronyok árnyékában született, és amely kommunista ihletettségű, és persze, ők arra hivatkoznak, hogy ezt többször módosították a rendszerváltás után is, de hát ez az nem számít, mert ihletettségében akkor se változik, és mi ismerjük az írást, és tudjuk, hogy új bort nem lehet régi tömlőbe tenni, mert szétfeszítés, ez történt ezzel a régi alkotmánnyal is, és ezért hoztuk meg a keresztény ihletettségű új húsvéti alaptörvényünket. És mit mondanak most erre? Azt mondják, azzal támadják az alaptörvényt, és azt mondják, hogy amit a parlament kétharmados ugye, alkotmányozási jogosítványával élve alkotott, és erre azt mondják, hogy hát rájuk ez nem vonatkozik, nem vonatkozik rá a törvény, mert ők bármit megtehetnek, akár a kétharmados felhatalmazás nélkül is módosíthatják ugye ezt az alaptörvényt. Na most ebből is látszik, hogy nekik csak a hatalom megszerzése a lényeg, és ha most visszagondolunk, akkor így volt ez 1950-es években, 47-től. Pont ugyanez volt, tehát ez volt a szellemi jogelődeiknél is, sőt, ha kicsit megkaparjuk a mai történeteket, akkor az se túlzás már lassan mondani, hogy ott tartunk, hogy azt mondják, hogy a választások kimenetétől függetlenül majd ők a különböző NGO-kon keresztül biztos, hogy kormányozni fognak. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy egy terv már létezik, csak még kísérleti fázisban van, és hogy azon gondolkodjanak el, és ne feledjék a tisztelt hallgatók, hogy a bárány nem fér össze a farkassal, és így nem fér össze a világosság a sötétséggel.